Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új hold jóslás, 23-án új hold van, az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs kisugárzása, a fényt a naptól kapja meg, és amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja besugározni a holdat, ezért új hold idején a hold nem látható. Ez kihat ránk, kihat a hétköznapjainkra, az érzelmeinkre. Ezen a napon jó, ha mi is kicsit eltűnünk, ha visszahúzódunk, ha meditálunk valami felett. Ez az új hold az indiai számítás szerint a mérleg és a szkorpióni jegye között van, de már a szkorpióni jegyében, ahol érzelmekről van szó. De ehhez jön még az, amit a mérleg jegye szimbolizál, az igazság, a béke, a harmónia és a párkapcsolat. Tehát mindkét jegyre odafigyelhetünk. Itt ezen a képen látható szimbolikusan ez az új hold, ez az új hold energia. Miután új hold megtörtént, utána kezdődik a növekvő holdfázis, ami azt jelenti, hogy mi is aktívak lehetünk, kezdhetünk valamit, aminek növekednie kell. És most megnézzük az elemeket. A tűz eleme jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a testi kapcsolatot. A föld eleme utal reális dolgokra, a biztonság érzetére, gyakran utal anyagiakra is. Itt a levegő eleménél tulajdonképpen ötletekről, tervekről van szó, vagy kommunikációról, és a víz eleménél mindig érzelmekről. Az indiai számítás szerint a nap és a hold itt találkozik a víz elemében. Tehát ennél az új holdnál, akkor is, ha még kicsit kihat a mérleg jegye, de a fő téma az a víz eleme, és itt érzelmekről van szó. Mivel kihat a szkorpión jegye erre az új holdra, ehhez jönnek olyan titokzatos dolgok, és a téma, szexuális téma, ez is ide tartozik a szkorpión jegyéhez. Merkur bolygó utal a cselekvésekre, a kommunikációra, szintén a szkorpión jegyében van, tehát a víz elemében. Itt fontos érzelmekről beszélni, de jó lenne megvárni azt, hogy elmúljon ez az új hold, és utána legyünk aktívak. Itt van a szkorpión jegyében, tehát a víz elemében Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre. Nálunk fontos most az, hogy érzelmekről tudjunk beszélni. Mars bolygó az indiai számítás szerint a bika jegyében van, tehát a föld elemében. Mars bolygó visszafele halad, ez jelentheti az életerőt, hogy legyünk visszahúzódóak, mert ez a belső nyugalom ad erőt számunkra. Amennyiben a férfiakra utal Mars bolygó, akkor az jelentheti azt, hogy ők most visszahúzódóak, vagy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Jupiter bolygó az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van, tehát a víz elemében.
Itt is érzelmekről van szó, de nem szabad semmit eltúlozni, inkább az a fontos, hogy hallgassunk a saját érzelmeinkre, az intuícióra, és akkor megvannak a lehetőségek arra, hogy szerencsénk legyen, hiszen Jupiter bolygó adja ehhez a lehetőségeket. Szaturnusz bolygó az a bak jegyében, tehát a Föld elemében van, és segít abban, hogy itt kialakuljon valami, hogy rendeződjenek a dolgok. Itt látható a képen, hogy a tűz elemében és a levegő elemében nincs bolygó, ha én ezt Szaturnusz bolygóig tekintem meg, hiszen ezek a személyes bolygók. Tehát hiányzik a könnyűség, hiányzik a kommunikáció, holott Merkur bolygó mégis így kihat, hiszen megvan az az igény részünkről, hölgyekről, hogy érzelmekről beszéljünk, de mégis hiányzik a könnyűség, és hiányzik a bátorság. Ami érdekes, hogy Mars bolygó és Vénusz bolygó egy úgynevezett recepciónban áll egymással. Itt tükröződik valami. Egyrészt, mert szemben állnak. Azon kívül Mars bolygó a bika jegyében Vénusz bolygó hatása alatt van, hiszen Vénusz bolygó uralkodik a bika jegye felett, és Vénusz bolygó a Skorpión jegyében Mars bolygó hatása alatt van, hiszen Mars bolygó uralkodik a Skorpión jegye felett. Itt megvan a kötődés, megvan a kapcsolat, mint jó barátoknál, itt meglátogatják egymást, és ez kihat a párkapcsolatra, hiszen Mars és Vénusz bolygónál erről van szó. Ez lehet egy látogatás, vagy jelentheti a bizalmat is. Ajurvéda az jelenti az élet tudását. Itt mutatok hozzá egy képet. Az élet tudását, az élet bölcsességét. Itt van három energiai mező. Vata dósa, az jelenti a mozgást. Pita dósa, az jelenti a megújulásokat, a változásokat. És kafa dósa az jelenti a stabil helyzetet. Itt látható, hogy a vata dósában van az éter és a levegő eleme, mivel a levegő elemében most nincs bolygó, tehát hiányzik a mozgás, hiányzik a vata energia. Ezt ki lehet egyensúlyozni, ha mozgásba jössz. Ha sétálsz egy kicsit, vagy sportolsz. A pita dósa az jelenti a megújulásokat, itt van a tűz eleme és a víz eleme. A tűz elemében nincs bolygó, viszont a víz elemében sok minden van, tehát kihat a pita dósára, ahol megvan a transformáció, megvannak a megújulások, a változások, és a kafa dósa az a föld eleme és a víz eleme, és pontosan ez, ami dominál, a víz eleme és a föld eleme kihat nagyon erősen a kafa dósára, ez jelenti a biztonság érzetét. De azt is jelentheti, ha megpróbálsz valamit megfogni, nem tudod elengedni, és akkor az ahhoz vezethet, hogy nincsenek változások, minden olyan, mint egy szakasz, nem mennek előre a dolgok. És most megnézzük azt, hogy mi történik új hold után, amikor indul a növekvő hold fázis, teli holdig, milyen dolgok várnak rád. Itt látható,
egy gyermek. Ez jelentheti a gyermekeket is, vagy szimbolizál egy új kezdetet. Itt a hold jelenti az anyai érzelmeket, ez lehet egy kisbabának a születése is. Ez a torony, ez egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt lesznek beszélgetések, légy visszahúzódó, itt lesz egy új kezdet, vagy kiderül az igazság, az ártatlanság, és itt a fa jelenti azt, hogy itt le tudsz gyökerezni. Itt lesz egy olyan hatás ezekre az ügyekre, vagy egy beszélgetés, ami által rendeződnek a dolgok, hiszen a fának megvan a gyógyító ereje is. Mivel itt egészségügyi témákról is szó lehet, ebben az esetben ez a torony lehet egy kórház, de itt meg lesz akkor a javulás, a könnyűség, a gyermek utal az újjászületésre, megvan itt a gyógyító erő. Ha ez a munkád, vagy a hivatásod, akkor itt lesz egy új kezdet, lesznek beszélgetések, és a fa akkor jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. És mi fog még történni? Milyen események várhatóak? Itt a felhő jelenti azt, hogy valami még átláthatatlan, de javul a helyzet, hiszen itt a csillagkép jelenti a szerencsét, itt a gyűrű a kapcsolatokat, szerződéseket, vagy a gyűrű azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, és itt látható a nyilvánosság, azon kívül javul valami az anyagiakat illetően, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, a csillagok szerencsét hoznak, ez lehet nyeremény, jó szerződések, a nyilvánosság jelenti azt, hogy megkapod az elismerést. Ez a felhő jelent fél évet, mint időkártya. Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert a gyűrű jelenthet visszatérő dolgokat vagy kapcsolatokat, hogy bizonyos személy visszatér hozzád a múltból, és ezúttal meg lesz itt a szerencse az anyagiakat illetően is, vagy a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád, mert rendezni akarja az anyagiakat, vagy mert te értékes vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!